Néhány nap leforgása alatt második alkalommal is páros mérkőzést rendeztek a Székelyudvarhelyi sportcsarnokban, a teremlabdarúgó első liga keretében. A hazai mérkőzéseit ideiglenesen Udvarhelyen rendező csíkszeredai Imperiál vetkezte a sort. A bajnoknak nem okozott gondot, hogy nem játszhatott hazai pályán, Zsinórban a hetedik győzelmét aratta a bajnokságban. Ezúttal a Dunaria Colorás ellen nyertek Kozmin Germán tanítványai, akik a harmadik perctől kezdve végig vezettek, és végül 5-2-re hozták a mérkőzést. Ezúttal a székelyudvarhelyi csapat sem okozott csalódást, igaz, a kolozsvári Cluj-Napoca ellen nem volt nehéz dolguk. Gólzáporos hazai győzelem született, sorra potyogtak a gólok a kolozsvári kapuba, végül 12-1-re zárult a találkozó. Hét forduló után az Imperiál vet hibátlanul vezeti a rangsort, míg a székelyudvarhelyi FK 6 ponttal a hatodik helyen áll.